Lőrincsel László, a gyilkos mindig visszatér. Moszkva, február 11. Fjodor Ivanovics Osztraumov őrnagy asztalán felcsengett a telefon. Az őrnagy felvette, és belebrummogott. Osztraumov, mi van? Itt Elzsana Ocsirovna, Dondukova beszél. Osztraumov komor képén mosoly futott át. Ó, szépséges Dondukova hadnagy, mi újság, kislány? Szeretnék beszélni magával, Fjodor Ivanovics. Ez úgy hangzik, mint a sürgetés. Hát, amilyen gyorsan csak lehet. Várjon, csak tudja, magát mindig szívesen látom. Hol is a naptáram? Figyeljen csak, kislány, tudna most jönni? Kiszólok, hogy engedjék be. 10 perccel később kopogtak Osztraumov őrnagy ajtaján. A rendőrtiszt felpattant, és maga nyitott ajtót a vendégének. A lány elegáns kávészínű kosztümben, prémsapkával a fején, inkább nagyvilági dámára hasonlított, mint rendőrhadnagyra. Osztraumov eltátotta a száját, miközben a kezét a szívére szorította. Maga tönkre teszi a rendőrséget, Elzsana. Vagy előléptetem tábornokká, vagy elbocsátom. Persze, ha valaki meghirdeti a fegyvernemek közötti szépségversenyt, verhetetlenek leszünk. Maga egy igazi matahari. A lány nem titkolta, hogy jól esnek neki elöljárója szavai. Köszönöm, Fjodor Ivanovics. Nem akarom feleslegesen lopni az idejét. Egy igazán bizalmas ügyben szeretnék beszélni önnel. Úgy érti, nem hivatalosan? Igen. Jól van, kislány, fél óra. Szólok, hogy ne kapcsolják be a telefonokat. Elzsana beszélni kezdett. Szóról szóra elmondta, amit Zoltántól hallott, anélkül, hogy a fiú nevét megemlítette volna. Amikor befejezte, várakozva nézett az őrnagyra. Osztraumov a levegőbe merett, és a kezében tartott aprócska vonalzóval többször is könnyedén a körmére ütött. Vége? Egyelőre igen. Ki ez a fiú? Egy magyar. Nem is tudtam, hogy érdeklődik a magyarok iránt. Ha tudtam volna, megtanulom a nyelvüket. Van egy barátom Nagyszőlősről, de ez már régen volt. Tehát ez a maga kis magyarja, ahelyett, hogy elmerülne a kísérleteiben, szeretőt keres magának, akit ráadásul nem a kollégái között talál meg, hanem a katonai elhárítás egyik tisztjének az ágyában. Mindig is tudtam, hogy a magyarok szorgalmasak és rámenősek, de hogy ennyire? Nincs elég esze a maga ismerősének, Elzsana? Nem próbáltam megvilágosítani az elméjét? Azt hiszem, nem megy, bele van esve az asszonyba. Az ördögbe is, de hát az életével játszik, azokkal nem lehet szórakozni. Szóval maga aggódik a magyarja miatt. Elzsana, csak nem. A lány arcán vörös hullámok futottak végig. Ugyan már, dehogy, csak segíteni szeretnék, ez az egész. Értem, kislány. Hát akkor, hogy segítsünk a magyarján? Ismeri Csisztyakovot, Fjodor Mihajlovics? Osztraumov őrnagy arcán gyors árnyék futott át. Fontos ez? Gondoltam. Ismerem, elég jól ismerem, ám bár azt nem tudtam, hogy veri a feleségét. Néhány évvel ezelőtt együtt üdültünk Szocsiban. A felesége is ott volt? Maga nagyon kíváncsi kislány, nem volt ott. Az egy kimondottan hivatalos üdülés volt, talán tanfolyamnak is mondhatnám. A lány felállt, végig simított a kosztümjén, és félszeg mosolyt erőltetett az arcára. Bocsásson meg, Fjodor Ivanovics, hogy személyes problémáimmal terheltem. Elismerem, hiba volt. Kérek engedélyt a távozásra. Az őrnagy pipát húzott elő a fiókjából, majd egy dohányzacskót. Megtömte a pipát, közben felnézett a vigyázban álló lányra, és a szék felé intett a fejével. Üljön vissza a fenekére, kislány! Ha maga azt hiszi, hogy Csisztyakov és én egy húrum pendülünk, téved. Egyszerű ideológiai továbbképzésről volt szó, amely azt a nemes célt szolgálta, hogyha ne találtam néhány imperialista ügynökkel találkoznánk a Gorki utcában, nehogy összetévesszük őket a délre vonuló vadkacsákkal. Körülbelül ennyi volt az értelme. Megvan elégedve? Fjodor Ivanovics, én... Az őrnagy szipákolt, kifújta a füstöt, és elégedetten a tenyerébe szorította a pipáját. Annyit tudok, hogy Csisztyakov barátunk valaha nagy karrier előtt állt. Úgy tartották, hogy Ogárkov tolja előre. Csak hogy mióta a marsal a koreai gép lelövése miatt lapátra került, Csisztyakov elé is kitették a stopplámpát. Lehet, hogy ezért is iszik. Ön tudta, hogy Csisztyakov a katonai elhárítás embere? Konkrétan nem. Őszintén szólva, nem is érdekelt. Nem sokat tartok az elhárításról. Elzsana szívesen megkérdezte volna, hogy miért, de nem merte. Az őrnagy
Pipája fejére meresztette a szemét, és elhúzta a száját. Így van ez manapság, kislány. Sokan vannak, akik bosszúért lihegnek. Ha nem jön ez az új kurzus, és Ogárkov marad, Csisztyakov talán már tábornok lenne. Most viszont a sebeit nyalogatja, veri a feleségét, és iszik, mint a gödény. Rosszul tette a magyarja, hogy pont egy ilyen férfi feleségével kezdett ki. Hallott valamit valamilyen kesejűről, Fyodor Ivanovics? Nem én. Nekem úgy hangzik, mint a fedőnév lenne. Nem olvas maga túl sok krimit, kislány? Fyodor Ivanovics, tulajdonképpen azért jöttem, hogy... Tudom, kislány, hogy nézessek utána, valóban megöltek-e egy liliputit Rosztovban, valóban felakasztotta-e magát tohonya Bakuban, és hogy Himkiben kiesette egy igazgató az ablakon. Jó, sejtem, kislány. Fyodor Ivanovics, ha nem tiltaná a szolgálati szabályzat, megcsókolnám. Egy büdös pipás öregember. Tudja mit, kislány? Várjuk ki a végét. Nem szeretem a hirtelen jött fellángolásokat. Adjon nekem 48 órát. Amint megtudtam valamit, hívatni fogom. És ha még akkor is úgy gondolja, hogy puszit ragaszt a homlokomra, hát állok elébe. Amikor a lány kiment a szobából, az őrnagy hosszasan a pipából felszálló füstcsíkra bámult, és azt letolgatta magában, mit tegyen. Néhány percnyi töprengés után feltárcsázott egy számot. A katonai elhárítás központi számát. A lány megállt az ajtó mellett, tenyerét szoknyája oldalához sémította. Hivatott, Fyodor Ivanovics? Jöjjön csak, jöjjön, Erzsena, pihenj! Üljön ide az orrom elé! Nem bánja, ha rágyújtok? Már a feleségem megtiltotta. És szigorúan ellenőriz, ha hazamegyek, néha-néha megkockáztatok egy-egy cippantást. Valerij Fyodorovistól kaptam egy krémet, ami nyugati kence. Uramisten, mire rá nem jönnek ezek a rabasz imperialisták? Rákenek egy lencsényit egy kefére, és úgy elveszi a pipa szagát, mint a világ életemben csak ánis cukorkát ettem volna. Nos, mi újság, kislány? Semmi különös, Fyodor Ivanovics. Találkozott azóta magyarjával? Dehogy, nem tartok vele kapcsolatot. Ehhez külön engedélyre lenne szükségem. Helyes, még mindig érdekli a dolog, vagy már... Érdekel, Fyodor Ivanovics. Jól van, egyelőre hallgasson meg, aztán majd eldöntjük maga meg én, hogy milyen tanulságot szűrhetünk le a mesémből. Erzsena sápadtan ült le az asztal előtt álló székre, mint amikor vizsgáznia kellett, és csak a tételek feléből volt ideje felkészülni. Vagy amikor a vállópere zajlott, és tele volt a feje keserű vitákkal, a szégyennel, amiért megalázták, és amiért ő alázta meg azt a férfit, akit pedig valaha mindennél jobban szeretett. Osztraumov előrehajolt, és jelentőség teljesen a szemébe nézett. A liliputi asszonyt valóban meggyilkolták, kislány. Erzsena érezte, hogy izzadni kezd a blúza alatt. Bár nem volt izzadós fajta, most mégis kiverte a hideg veríték. Mikor? Január 12-én, este. Ezek szerint igaz. A rosztovi kollégák jelentették, hogy az asszonyka gyilkosság áldozata lett, a férjének pedig nyoma veszett. Különben az ön által is ismert cikkhez ők szolgáltatták az adatokat. Ki ölte meg? Nem tudják. Csak a mozdonyvezető látott valamit a mozdony ablakából. Először azt hitte, valami csirkefogó őt akarja pofán dobni egy kővel, és akaratlanul is elkapta a fejét. Inkább csak, hogy is mondjam, megérzései vannak. Talán a másodperc tized részéig látott valamit. Egy férfit, amint felemeli az asszonyt. 500 méterrel odébb sikerült csak megállítani a szerelvényt. Képzelheti, mi volt a mozdony elején. A lány behújta a szemét. Más szemtanút nem találtak? Nem. A rosztovi kollégák? Szerintük a férje tette, szokványos családi dráma, veszekedtek, és a férj hirtelen felindulásból lehajította a vonat elé. Bocsásson meg, a férje rendes ember? Úgy érti, rendes növésű-e? Nem, kislány, ő is liliputi. Akkor nem értem. Mit nem ért, kislány? Az egyik liliputi ugyanúgy ledobhatja a másikat, mint ahogy az egyik nagy ember a másikat. Azonos súlycsoportban voltak. A rosztovi kollégák szerint persze az is lehetséges, hogy az asszonyka előre eltervezett gyilkosság áldozata lett. A férje kicsalta a hídra, és kész. Ennek ugyan némiképpen ellentmond, hogy a férfi láthatóan nem vitt magával semmi úti holmit, és a gyilkosság után valószínűleg nem is ment vissza a lakásba. De hát ki tud eligazodni a gyilkosok észjárásán, nem igaz? Fyodor Ivanovics megkotorta a dohányt a pipaszurkálóval, aztán amikor ismét felízott, a parázs folytatta. Megtaláltuk tohonyát is. Mi az? Rosszul van, Erzsena? Hozzak egy pohár vizet?
Köszönöm, csak meleg van idebent. Hol találták meg? Egy kötélen, kislány. Elzsana egyre nehezebbnek érezte a fejét, ezért aztán szinte öntudatlanul csúszott ki a száján a mondat. Mit csinált ott? Osztraumov döbbenten merett rá. Hogy mit csinált? Lógott, felakasztotta magát. Úristen, Fjodor Ivanovics, én... Az őrnagy hangja hirtelen megkeményedett. Most már benne van nyaki, kislány. Korábban kellett volna meggondolnia. Az ilyesfajta ügyek nem olyanok, mint a gőzfürdőben a medence, hogy beletottyanok, és a túl melegnek érzem, visítva kimászom belőle. Hallgasson végig. Ez már parancs volt. December 20-án történt Bakuk külvárosában. Járt már Bakuban? Nem. Egyszer menjen el, kellemes város, de a helytetőre a barakvárosba ne menjen fel. Nem szép látvány. Láttam már olyat, Fjodor Ivanovics, Szibériában nőttem fel. Ebben a barakvárosban történt a dolog. Ez a tohonya tényleg rászolgált a nevére. Nagy darab, izgága fickó, megölte a haverját egy késsel, a kés nyelén ott maradtak az új lenyomatai. Aztán, amikor rádöbbent, hogy mit csinált, felkötötte magát. A kollégák szerint mindketten tele voltak alkohollal. Nem jegyeztem meg az ezrelékeket, de szép mennyiséget belökhettek azon az éjszakán. Ráadásul zsugáztak, és mindketten veszítettek. Fjodor Ivanovics, én nem is tudom, mit mondjak. Egyelőre semmit. A kollégák megállapították, hogy Jevgenyi... A többi nevét nem tudom. Különben ő volt, akit a tohonya kinyílt, együtt lakott a barátnőjével, valami Ligiával, és hogy a lány úgy eltűnt, mint a káforrá változott volna. Ő ki volt? Ligia? Felszolgálónő. A kollégák szerint mindennaposak arrafelé az ilyesfajta dolgok. Berúgnak, késelnek, lelépnek, néha pedig felakasztják magukat, vagy a fejükbe eresztenek egy-egy golyót. Afganisztán óta még a narancsfákon is stukkerterem. Előrehajolt és őszinte kíváncsisággal nézett a lány szemébe. Elzsana, maga a kedvenc tanítványom volt. Tudja, hogy nagyon sokra tartottam, és tartom ma is. Igazán, Fjodor Ivanovics. Osztraumov ingerülten elsöpörte a kérdés második felét. Figyeljen ide, játsszuk, hogy vizsgán vagyunk. Egyetlen egyet kérdezhet azzal kapcsolatban, amit elmondtam magának. Egyetlen kérdése van, egyetlen logikus kérdése, ami ide passzol. Nos, Elzsana, vállalja a kérdést? A lány nem sokat gondolkodott. Összehúzta keskenyvágású mandulaszemét és pattintott a körmével. Fjodor Ivanovics, mi köze ennek az ügynek a katonai elhárításhoz? Osztraumov őrnagy hátradőlt a székében, és elégedetten Elzsanára kacsintott. Bravo, kislány, nem csalódtam magában. Ez az egyetlen logikus kérdés. De mielőtt válaszolnék rá, még valamit. Maga egy igazgatót is említett, akit Himkiben öltek meg, igaz? Ez volt a legnehezebb dió, kislány. Már-már azt hittem, be kell dobnom a törölközőt, amikor eszembe jutott valami, és igazam lett. Az ő esete nem gyilkosság, hanem egy gyilkosság. Berúgott és kiesett az 5. emeletről. A kollégák szerint rengeteget ivott. És még valamit. Nem vállalatigazgató, még csak nem is iskolaigazgató, hanem színigazgató. Úgy érti, hogy színházigazgató? Kérdezte elhűlve a lány. Valami olyasmi. Meglehetősen recsegett a vonal, de nekem ennyi is elég volt. Nos, Elzsana, milyen következtetést levon le mindezekből? A lány maga is meglepődött, amikor meghallotta saját csendes, tisztán csengő hangját. Azt, hogy Csisztyakov nem hazudik. Legalábbis nem valószínű. Akkor ott részegen az igazságot vágta a felesége fejéhez. És ha az igaz, hogy a liliputi asszonyt meggyilkolták, hogy tohonya, de hiszen tudja Fjodor Ivanovics, ha ez mindig az, akkor létezik a keselyű is. Vagy létezhet, javította ki az őrnagy. Hajlandó lenne néhány szót váltani egy régi barátommal? Természetesen, de ki ő? Mondom, egy régi barát. Miről kellene? Osztraumov mosolygott. Erről az ügyről. De hiszen én semmivel sem tudok többet, mint ön, Fjodor Ivanovics, sőt, még annyit sem. Azért csak beszélgessen el vele. Ne féljen, én is itt leszek. És ha a maga szépségének nem tud majd ellenállni, és csiklandós ajánlatokat tesz, hát a kezére ütök. Ezt megígérhetem. Nos? A lány úgy érezte, Osztraumov nagyon szeretné, ha találkozna ezzel a baráttal. Ő viszont veszélyt érzett. Ősi, nomád génjei adták le a vészjelzéseket, mint amikor a nomád pásztor messziről megérzi a farkasok jelenlétét. Hol? Itt. Mikor? Már itt is van. Meg sem várva a lány válaszát, az ajtóhoz lépett,
Kiszólt valamit, Elzsena nem értette mit. Aztán nyitva hagyta maga mögött az ajtót. Amikor visszafordult, Elzsenát meglepte, mennyire más Osztromov áll előtte. Mint a szempillantás alatt kicserélték volna, egyik szeme jobban összehúzódott, mint a másik. Elzsena még hallgatókorából emlékezett rá, hogy ez Fjodor Ivanovicsnál az izgalom, sőt az idegesség jele. Osztromov Elzsenához hajolt, és tenyerét a szája elé tartva feléje súgta. Ne lepődjék meg nagyon! Elzsena azonban nem tudta elfojtani a meglepetését, sőt értetlenségét, amikor a vendég bekocsázott a szobába. Önkéntelenül is hátrébb lépett, ahogy az alacsony, kövér, lógóbajuszú férfi rászegezte szúrós tekintetét. Nem köszönt, még csak a torkát sem köszörülte meg. Talán reggelig is elnézte volna az Elzsena arcán végigvonuló piros hullámokat, ha Fjodor Ivanovics nem próbálja megmenteni a helyzetet. Ő a mi szemünk fénye, Elzsena Dondukova. Elzsena jól ismerte a férfit, nem egyszer látta a televízióban, amint politikai műsorokat vezetett. Azt tartották róla, hogy közel áll az elnök főtitkár csapatához, és hogy nem hivatalos minőségben, cifrábbnál cifrább ügyekben tárgyalt már a világ számos politikusával. Elzsenának nemigen tetszett a modora, túlságosan magabiztosnak és erőszakosnak tartotta, olyannak, aki legszívesebben egyetlen kézmozdulattal lesöpörni az asztalról az övétől eltérő véleményeket. A harcsabajuszú férfi még egyszer tüzetesen megszemlélte Elzsena arcát, aztán leült egy székre, jobban mondva beleroskadt, mint a nehezen tudta volna tartani súlyos testét. Fújt néhányat, aztán a kínosan toporgó Elzsenához fordult. Tudja, hogy bennem is van tatárvér? Elzsena elhűlve bámult rá. Nem tudtam, nem látszik. Maga ismer engem? Láttam néhányszor a televízióban. A férfi unottan legyintett. Ó, a televízió! Csak arra jó, hogy megutáltassa az embert a nézőkkel. Azok a pokoli lámpák a fejünk felett. Minden műsor alatt legalább 5 kilót fogyok, csak az a baj, hogy hamar vissza is szedem, pedig egyszer már önmérsékletet kéne tanúsítanom. Szóval bennem is van tatárvér. A családi hagyomány szerint egyik ősanyám, aki kisnemes volt, összeállt egy tatárkánnal, de hogy jó szántából tette, arról nem szól a fáma. Lehet, hogy ezért is vonzódtam mindig a tatárbajuszhoz. És maga, Elzsena Dondukova? Nekem nincsen bajuszom, és nem is kedvelem a bajuszos férfiakat. A kövér felnevetett, igazi felszabadult nevetéssel. Elzsena hallotta, hogy Fjodor Ivanovics is hehrészik mögötte. Hát ez jó, nagyon jó. Jó, ha egy rendőrnek van humora. Persze röhögve is fejbe lehet gumibotozni az embert, de maga nem olyan féle, igaz? Nem, én nem vagyok olyan féle, mondta a lány. Mi az, megsértődött? Ugyan már, Fjodor Ivanovics legendákat mesélt magáról. Mondja, olyan szép tiszta még a Bajkál, mint 10 évvel ezelőtt? Nem tudom, csak ritkán jutok haza. Többnyire akkor is repülővel megyek, és Ulan-Ude nem fekszik közvetlenül a Bajkál mellett. Persze, persze, örülök, hogy megismerkedtünk. Nem lenne kedve egyszer fellépni valamelyik műsoromban? Majd találunk valamilyen ürügyet, nos? Még meggondolom. A férfi mosolyogva elhallgatott. Kinyújtotta a kezét, felvette Osztromov pipatokját, és érdeklődve forgatni kezdte az ujjai között. Fjodor Ivanovics megköszörülte a torkát. Hát akkor Elzsena Ocsirovna, viszontlátásra, később majd. A harcsabajuszú felnézett a pipatokról, és barátságosan rámosolygott. Viszontlátásra, Elzsena Ocsirovna, ha legközelebb a Bajkálnál jár, dobjon a nevemre egy szálvirágot a vízbe. Elzsena leroskadt a szobájában egy székre, és a tenyerébe temette az arcát. Istenem, Istenem, hol rontottam el? Kérdezgette perceken át, félhangosan, sírással küszködve. Pedig nem rontotta el sehol. Amikor Elzsena Ocsirovna elhagyta a szobát, és becsapódott mögötte az ajtó, a harcsabajuszú Osztromov felé hajolt, és elégedetten összeütötte a tenyerét. Nem árulna el Fjodor Ivanovics holtetszert erre a szépségkirálynőre? Dehogy nem, dörmögte Osztromov. Én fedeztem fel, mint rendőrt persze. Elzsena Ocsirovna olimpiai bajnok íjász volt. A kövér férfi meghúzogatta a bajuszát. Akkor azért volt olyan ismerős, néhány éve még gyakran sündörögtem az olimpikonok körül. Osztromov arca rezzenetlen maradt, pedig nem volt ismeretlen előtte a bajuszos feltűnő érdeklődése, a fiatalabb korosztályú, gyengébb nem iránt. Rebesgettek is valamit egy tornásznőről,
akivel állítólag gyakran megfordult egyes exkluzívnak számító szórakozó helyeken. Ide tették a nyakamra néhány évvel ezelőtt, mondta Ostromov, ahogy ez már lenni szokott. Kikopott a csapatból, ön talán tud vele valamit kezdeni, Fyodor Ivanovics, ezt mondták. Tudja, amikor idejött, már nem is bosszankodtam, inkább sajnáltam. Fogalma sem volt ennek az ártatlan, gyönyörű gyereknek, hogy mibe keveredett. Jó, mondtam, írassuk be valamelyik tanfolyamra, hadd dobja be a törölközőt. És képzelje, nem dobta be. Mindent elvégzett, ahová csak küldtem. Megtanult lőni, verekedni, nyomozni, kutyákkal bánni, amit csak akar. Mire felocsúttam, ő lett a legjobb emberem. Lány még? Kérdezte a harcsavajuszú kíváncsian. Elvált asszony, felelte Ostromov szárazon. Ne izguljon, Fyodor Ivanovics, nem akarom megkörnyékezni, mondta a férfi, csendesen kuncogva. Jelenleg éppen foglalt vagyok. Arra próbálok rákérdezni, milyenek a körülményei. Nem várja otthon síró gyerek, ha erre gondol. A nagybajuszú megvonta a vállát. Ez jó, hát akkor Fyodor Ivanovics talán a tárgyra is térhetnénk. Ostromov őrnagy biccentett. Amikor Elzsana Dondukova elmondta, hogy mit hallott a magyartól, megvallom, nem igen izgatott a dolog. Részek handabandázásnak tartottam, csak Csisztyakov személye zavart. Ismeri? Egyszer együtt loptuk a napot Szocsiban, ritka ellenszembes fickó. Ez persze még nem ok semmire. Sajnos nem, csak hogy nem tudtam szabadulni a képétől. Ott, Szocsiban, amikor együtt voltunk, még Brezsnyev idejében, egy ideológiai diverzióval kapcsolatos fejtágítón olyan embernek ismertem meg, aki mindenre kapható. Újabban erősen iszik. És veri a feleségét, ezt tudom. Kiderült, hogy minden igaz, amit Csisztyakov az asszony képébe vágott, a liliputi asszonyt megölték, Tohonya felakasztotta magát, miután megölte a haverját, a szerencsétlen igazgató pedig tök részegen kiszállt az ablakon. Kérdés, honnan tudta mindezt Csisztyakov? Úgy van, ez az első kérdés. Ön mire gondolt, Fyodor Ivanovics? Hogy a katonai elhárítás keze van a dologban, akkor pedig nem árt az óvatosság. Felhívtam hát egy ismerősömet, igen, jó ismerősömet. Sokat sejtető pillantást vetett az ujjaival játszarozó nagy bajuszúra, hogy nézzen körül a házuk táján. Megbízható az illető? Ízik vérig a mi emberünk. Ha valami történt volna a katonai elhárításnál, ő holt biztosan tudná. De nem történt semmi. Csisztyakov máshonnan értesült a dologról. Honnan? Hát ez a kérdés, amire keressük a választ. Ha Csisztyakov benne is van valamiben, nem a katonai elhárítást képviseli. Magánakció? Nem tudom, de gyanús nekem, pokolian gyanús. Öreg rendőr megérzi, ha valahol bűzlik valami, még akkor is, ha félrevezetésül, vörös Moszkva kölnivel öntötték le. Ön mit gondol? Talán ők kezdtek akcióba? Talán megkezdődött? A kövér férfi meghúzogatta a bajuszát. Mire alapozza a gyanúját? Megérzés. A harcsabajuszú megrázta a fejét. Ez nem elég. Egyáltalán nem látom megalapozatnak a feltételezéseit. Várjon csak, Jakob Nikolajevics. Kénytelen voltam tudomásul venni két dolgot. Az egyik, hogy valaki, egy bizonyos kesejű, valakinek a megbízásából gyilkosságokat követett el, amelyekről Csisztyakov tud. A másik, hogy ehhez Csisztyakov munkaadójának, a katonai elhárításnak nincs semmi köze. A bajuszos bólintott. Értem. Marad a KGB. Ostromov elmosolyodott. Velük is beszéltem. És a KGB sincs benne. Honnan vette az értesüléseit? Csebrikov köreiből, akikkel beszéltem, egyöntetően állítják, hogy Csebrikov megrémült, nem akar magának bajt, csendes öregségre és magas nyugdíjra vágyik. A bajuszos cigarettát vett elő a zsebéből, és rágyújtott. Kezd érdekes lenni a dolog, tehát sem a katonai elhárítás, sem a KGB. Akkor ki? Ezért akartam beszélni önnel, mondta Ostromov. Minden sejtem azt súgja, hogy megkezdődött, hogy elkezdődött valami, aminek végzetes következménye lehet. Figyeljen ide, Jakob Nikolajevics, amit ez a Csisztyakov kiabált, nem mese, megtörténtek a gyilkosságok, létezik kesejű. Ezt honnan tudja? Valakinek csak el kellett végeznie a piszkos munkát. Az igaz, ám bár még mindig nem látom be, mi közük lenne nekik. Csisztyakov azt kiabálta a feleségének, hogy kesejű bekerülne a történelem könyvekbe, ha ő nem kapta volna azt a feladatot, hogy nyírja ki. Ő sejti, mit jelenthet mindez? A nagybajuszú a menyezet felé fújta a füstöt.
Ha összeszedem a titkos szolgálatokkal kapcsolatos ismereteimet, csak is arra gondolhatok, hogy Keselyűt megbízták valamivel. Ha aztán végrehajtotta a feladatát, őt is kinyírják, és akkor Csisztyakov kerül bele helyette a történelem könyvekbe. Osztraumov hitetlenkedve csóválta meg a fejét. Manapság nem könnyű bekerülni a történelem könyvbe egy gyilkosság révén, ha csak nem egy bizonyos valakiről van szó. A nagy bajuszú mereven a szőnyeget nézte, miközben szívatlan cigarettáján egyre hosszabbra nőtt a hamu. Amikor felemelte a fejét, kifejezéstelen volt a szeme, mint a képtelen lett volna felfogni mindazt, amit hallott. Miért fordult hozzám, Fyodor Ivanovics? Osztraumov őrnagy meghökkent. Hát ki a jó Istenhez fordulhattam volna? A rendőrséghez, azaz saját magamhoz? A katonai elhárításhoz, ahol Csisztyakov órákon belül értesült volna róla, miben sántikálok? A KGB-hez, amelynek a reakcióit lehetetlen előre kiszámítani? Elvégre, bár nem igen hiszek benne, még az is előfordulhat, hogy ők állnak a háttérben. Csak önhöz fordulhattam, Jakov Nikolajevics. Önnek közismerten jó kapcsolatai vannak. A nagy bajuszú gyorsan leintette. Jól van, nem fontos. Leverte a hamut a cigarettáról, és elnyomta a csikket a griffmadarat ábrázoló bronz hamutartóban. Beláthatja, hogy nem tudok dönteni, és nincs is kompetenciám, hogy döntsek. Ráadásul ő maga is ellenünk dolgozik. Ezt hogy érti? Meg van róla győződve, mondta a kövér enyhe ingerültséggel hangján, hogy neki nem történhet baja, Kennedy ikertestvére. Ahogy közelről figyelem, megdöbbentő mennyi bennük a közös vonás, és az egyik ezek közül a könnyelműség. Ha figyelmeztetném, letorkolna, nem törődik a személyes biztonságával. Mint a szerzetes, aki pestis járvány idején önfeláldozóan ápolja a betegeket, miközben meg sem fordul a fejében, hogy őt magát is elviheti a dögvész. Ha cselekszünk is, úgy kell tennünk, hogy ne tudjon róla. Nem verhetek riadót csak azért, mert egy részeg katona gyilkosságokról és esetleges merényletekről fecseg. Még akkor sem, ha amit mondott szóról szóra igaz. Ki tudja ezt bizonyítani? Én nem. Én csak megismételni tudom, amit ön mondott. Ha ezek után felszólítanának, hogy tárjam a nyilvánosság elé a bizonyítékaimat, mit tehetnék? Önre hivatkozzam, Fyodor Ivanovics. Osztraumov komoran hallgatott. Be kellett látnia, hogy a másiknak igaza van. A bajuszos újabb cigarettát kotort elő a zsebéből. Másrészről viszont van itt valami más is, ami már kifejezetten az irrealitás tartományába tartozik. Vegyünk csak egy történelmi folyamatot. Elkezdődik valahol, tart egy darabig, aztán valahol valamilyen eredménnyel véget ér. Vegyük, hogy vannak erők, amelyek megpróbálják megakasztani. A kérdés az, hogy mikor lehetséges. Úgy értem, a folyamat mely részénél? Nos, Fyodor Ivanovics? Fogalmam sincs róla, morogta Osztraumov enyhe zavarral a hangjában. Csak ott és akkor, azaz azon a ponton, ahol a folyamat kibillenthető. Meg kell találni a kritikus pontot és a kritikus időt, különben felesleges a strapa. Ha túl korán avatkozunk közbe, a folyamat még lágy, képlékeny, nem állítható meg, körbefolyja az akadályt és ömlik tovább. Ha túl késő, akkor viszont elsodorja, ami előtte áll. Érti? Attól tartok. Tehát meg kell találni a kritikus pontot, azt az időt, amikor a folyamat megállítható, és szükség esetén vissza is fordítható. Osztraumov elgondolkodott. Nem volt buta ember, de az elmúlt évek során elszokott a hasonló szellemi agytornáktól. Úgy érti, Jakov Nikolajevics, hogy ez a folyamat elérkezett erre a kritikus pontra? Ez a véleményem, mondta a másik határozottan. Hetek óta ezen gondolkodom, hogy azok ott a másik oldalon ugyanazokat a következtetéseket vonták ele az eseményekről, mint én. Márpedig, ha ez történt, akkor gyorsan és határozottan cselekedni is fognak, amíg nem késő. Nagyot szívott a cigarettáján, és bodorfüst felhőbe burkolózott. Ezért érdekes, amit mond Fyodor Ivanovics, és ezért érdekel ez az ügy, még akkor is, ha momentán nem tudok mit kezdeni vele. Magam nem indulhatok nyomozó körútra, már csak azért sem, mert engem sajnos pokolian jól ismer mindenki. Bár megtisztelő a bizalma, hogy hozzáfordult, nem tehetek semmit. Még akkor sem, ha esetleg megakasztják az előbb említett folyamatot? A nagy bajuszú hallgatott, a levegőbe merett, aztán a cigarettájával Osztraumov felé intett. Jól van, hiszek magának, őrnagy, Isten bizony, ön mit tenne a helyemben? Osztraumov felvonta a vállát.
Kiküldeném néhány emberemet, hogy győződjenek meg személyesen is, igaz-e, amit Csisztyakovtól tudunk. Valóban öngyilkosság volt-e a két halálok, vagy gyilkosság? Aztán, ha kiderülne, hogy mégiscsak valami disznóság lappang a dolgok mélyén, megpróbálnám megkeresni Keselyűt. A harcsaba Jusszuk biccentett. Eddig jó, csak egyről ne feledkezzék meg, Fyodor Ivanovics, illetve kettőről. Az egyik, hogy ez a nyomozás az ön ügye. Bármi történjék is, a rendőrség hatáskörében kell maradnia. Egészen addig, amíg én másképpen nem döntök. Bal siker esetén csak maga kockáztat. Ezt eddig is sejtettem, morogta kedvetlenül az őrnagy. Nem is lehet másképpen, mondta vigasztalóan a kövér férfi. Máshol sincs másképpen. Ha a lapulevél alatt rejtegetett akció megbukik, valakinek el kell vinnie érte a balhét. A másik, ne feledje, profikkal van dolga. Ha öltek, akkor nem Maruszja néni a nagykéssel, és nem Kólya bácsi a kisbaltával, és nem azért, mert bevedeltek fél liter biliben főzött szabogonkát, hanem átkozott profik, átkozott céldudatosan, átkozott mesterségbeli tudással, átkozott cél érdekében. Csak profikat állíthat velük szembe, Fyodor Ivanovics. Ön nem tudna segíteni? Ebben a fázisban még nem. Osztrahoma mélyet sóhajtott és biccentett. Rendben van, beszállok a saját felelősségemre. Lehet, hogy ostoba vagyok, és koromhoz képest talán könnyelmű is, de érte, vállalok bizonyos kockázatot. Oda küldök valakit. Hova? Mindhárom helyszínre, hogy szaglásszon körül, hát ha megtud valamit. Kit akar küldeni? Még nem tudom, de miután én viselem a kockázat terhét. Küldje ezt a csinibabát, ezt a búrját lájt, Mataharit. Osztraumov elhűlve merett a halcsavajú szóra. Elzsena Ocsinovná, hova gondol? Nincs még akkora tapasztalata. Nincs, hiszen maga mondta, hogy megtanult lőni, verekedni, mit tudom én még mit, és síró gyerek se várja otthon. Tegye csak fel a fejére a prémes kis usánkáját, vegye fel a bundáját, és menjen tudakozódni a szomszédokhoz. Róla aztán senki nem gyaníthatja, hogy rendőr. Komolyan gondolja, Jakob Nikolajevics. Én csak adtam egy tippet. Ha az ön helyében lennék, őt küldeném, és a magyart. A magyart? Megjátszhatnák, hogy egyetemisták, és keresnek valakit. Sóhajtott és feltápászkodott a székéből. Természetesen eszem ágában sincs befolyásolni önt. Várom, mire jutott. Hívjon, vagy hagyjon üzenetet. Ha külföldön lennék, a titkárságon keresztül elérhet. Most pedig mennem kell, Fyodor Ivanovics. Apropó, ön szerint tovább jut a Dinamo a kupában? Tegnap beszéltem Ivancsenkóval, azt mondja, tele vannak sérültel. A nap lebukott a Lenin hegyek mögött.